Egész hétvégén vásári hangulat, kirakodók, kézművesek, valamint finom ételek és italok várták a belvárosba látogatókat. Az ajándéktárgyak mellett idén először repoharakkal, azaz visszaváltható műanyag poharakkal is készültek a szervezők. A város templomaival díszített poharakat nem volt muszáj visszaváltani, így sokan hazavitték emlékbe azokat. Mindenki talált magának elfoglaltságot. A gyerekek lovagolhattak a pónikon, vagy ugrálhattak az óriási trambulinokon, míg a felnőttek a portékák között válogattak. A régi idők piac terén az árusok mellett rengeteg fajátékkal, állatsimogatóval, a Márkus Színház előadásával és kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Csilláék elsősorban a családi programok miatt látogattak ki a rendezvényre. Minden évben izgatottan várják, mivel készülnek a szervezők. A virágok érdekelnek anyák napjára, még most fogunk bevásárolni, és csak sétálgatunk, jól érezzük magunkat. Odett a kézműveskedést várta a legjobban, itt pedig lehetősége volt természetes anyagokból egy kis szitakötőt készíteni. Nem nehéz, használok hozzá gyékényt, csuhét. A másik asztalnál bőrből készítettek tarisznyát a gyerekek, bürökből pedig dudát csiszoltak és faragtak. A Levendula játszóház és alkotóműhely jóvoltából a népi játékokkal is megismerkedhettek a gyerekek. Rézágyúval lőhettek, célba dobhattak, kerekes kútról meríthettek vizet, egyensúlyozhattak, és sétáltathatták a Tanyasi udvart megelevenítő faállatokat. Nekünk is ez a filozófiánk, hogy a régi eszközöket gyűjteni, és a gyerekeknek ezt adjuk a kezébe a népi játszóudvarba. Régi fateknők, régi sziták, van a kukoricajátszónk, ahol igazi kukoricát hozunk a gyerekek, régi morzsolóval, darálóval darálják a kukoricaszemet, szitálják, egy folyamatot játszanak végig, és a legvégén csutkából csutkavára tornyot építenek. Kézimalommal őrölhették meg, majd szitálhatták a búzaszemeket, végül egészen a kemencéig végigkövethették a sütés folyamatát. A vásári forgatagban a Varga banda gólyalábasokkal is találkozhatott a közönség. Eközben a színpadon hagyományőrző műsorokat láthattak az érdeklődők. Többek között felléptek a katolikus óvoda csoportjai és a PIMI diákjai is. Középkori lovagi bemutatót is láthatott a közönség, a gyerekek pedig kipróbálhatták a fegyvereket, vadászeszközöket, a kardvívást és a tornavívást. Az esti órákban pedig a Városháza, a Földhivatal és a Bíróság épületének fényfestését csodálhatták meg a kilátogatók.